jubileumi szimpóziumot tartott a Pécsi Diagnosztikai Központ működésének 20. évfordulója alkalmából. Az elmúlt két évtized eredményeiről a PTE idegsebészeti és neurológiai klinika orvosai, valamint a központ munkatársai tartottak előadást. Dóczi Tamás meghatározó szerepet vállalt a központ megalapításában, miután hazatért Svájcból. Előadásában a PDK modelljét dicsérte, amely ötvözi a magánszolgáltatás és az állami rendszer előnyeit. Valószínűleg az vezérelt haza, hogy az embernek itthon sokkal nagyobb a társadalmi hasznossága, és az embernek a jó érzését azt nem mindig pénzzel lehet lemérni, hanem szóval ezek az egyéb kvalitatív dolgok is kellenek hozzá. A folyamatos fejlesztések kulcsfontosságú szerepet játszottak az elmúlt 20 évben, és a központ a jövőben is ezt az utat kívánja folytatni. Jövőre a CT készüléket szeretnénk lecserélni, mivel ugye ez most már 11 éves, ma már sokkal modernebb készülékek vannak, sokkal többet tudnak. Ehhez szeretnénk vásárolni egy igen komoly képfeldolgozó rendszert, ami ugye az elkészült vizsgálatoknak a kiértékelését teszi még hatékonyabbá. A Pécsi Diagnosztikai Központ stratégiájában nagy hangsúlyt kap az egyetemi szellemiség és az orvostudományi kutatásban tapasztalt szakmai újítások betegellátásban történő megvalósítása. Nagyon remélem, hogy azt a tudásbázist, azt a fantasztikus csapatot, amit a Diagnosztikai Központban összeállt, a jövőben is együtt lehet tartani. És úgy vélem, hogy egy ilyen 20 év alatt kovácsolódott kutatóközösséget és diagnosztikus közösséget összehozni, az tényleg évtizedek munkája. Az elmúlt két évtizedben több mint 500 000 képalkotó diagnosztikai vizsgálatot végzett el a központ, melyre a jövőben is nagy szüksége lesz a betegeknek.